Hamarosan véget ér a nemrég újra kezdődött jelenléti oktatás, és beköszönt a nyári szünet. Ez a szülőknek újabb fejtörést okoz, hogy amíg ők dolgoznak, mi legyen a gyerekkel. Az operatív törzs május 20-ai sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy engedélyezik a nyári táborok megtartását, legyen az napközis vagy ottalvós. Sok intézmény vagy szervezet várt erre a bejelentésre. A Babits Mihály Kulturális Központ a napokban tette közzé, hogy megszervezi tematikus táborait, eltérve kicsit az elmúlt évek tapasztalataitól. Idén úgy döntöttünk, hogy új táborokat is megrendezünk, új tematikus táborokat. Az egyik a varázsasztal tábor, a másik pedig a természetjáró tábor. Egyébként idén 5 táborral megyünk, és a varázsasztal tábor az június 28-a és július 2-a között rendezzük meg, a természetjáró tábor pedig július 5-e és 9-e között. A Vosinszky-Mor megyei múzeum is sok programot tervez a nyárra, többek között gyermektáborokat is rendeznek 3 turnusban. Először a Múzsák kertje tábort tartják meg a Babits Mihály emlékházban, majd a Vármegyeházán a Béla királyság táborba várják a gyerekeket, és végül a Miénk a múzeum elnevezésű tábor várja a 7 és 12 éves diákokat. Sok érdekes foglalkozással készülnek a múzeum pedagógusok. Én mindenkit biztatok, hogy nézzék meg a plakátjainkat, amelyeken részletesen szerepel, illetve ha valaki kíváncsi ezen kívül is több részletre, akkor maguk a múzeum pedagógusokat meg lehet keresni, de mindegyiknél visszatérő elem, hát részben az, hogy napközis tábor, illetve hát az azt is jelenti, hogy ebédeltetjük őket, tehát a tábor díjába az ebéddíja benne van, de lesz egy-egy kirándulás, itt főként Bonyhádra fognak kirándulni a gyerekek. A Szekszárdi Sportközpont szakemberei már áprilisban megkezdték a nyári táborok szervezését, várva a döntést azok megtartásának lehetőségéről. A gyerekek itt képzett edzők által ismerkedhetnek meg a kosárlabdával, atlétikával, vízilabdával, röplabdával vagy a labdarúgással. A telesport tábor igen népszerű a szekszárdi gyerekek körében. Évről évre egyre gyorsabban telnek be a helyek. Idén 7 turnust hirdettek meg. A tavalyi évben ott nem észleltünk semmilyen visszalépést, sőt, nagyon hamar megteltek a tábirok. Az idei évben egy kicsikét lassabban indult meg a dolog, gondolom itt az intézkedések, a rendelkezések ehhez hozzájárultak, de remélhetőleg azért a létszámban nem lesz gond idén se. Eddigi tapasztalat szerint azért megszervezett turnusoknak a 80%-át meg tudtuk tölteni. A Bogyiszlói Általános Iskolában is a táborok szervezése mellett döntöttek. Az igazgató elmondta, hogy egyrészt a járványhelyzet miatt széthullott a gyerekek közösségi élete, így ezt próbálják valamelyest pótolni, másrészt a szülőket kívánják segíteni. Pályázati támogatással szerveznek 2-szer 1 hetes ingyenes tábort a bogyiszlói gyerekeknek. Az egyik az alsósoké, a másik a felsősoké, az egyik tábor az ilyen hagyományőrzéssel kapcsolatos témaköröket dolgoz fel, a másik tábor pedig a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos, a fenntarthatósággal kapcsolatos témákat dolgozza fel. Annál is inkább az iskolánk ökoiskola is ehhez szorosan kapcsolódik ez a tábor. Ezen kívül lesz hagyományos néptánctábor, vagy akár angol nyelvű tábor is. A megyében több száz tábor lehetőségből választhatnak a szülők, és bízhatják szakértőkre gyermekeiket egészen óvodáskortól, akár 16-18 éves korig.